Itt tornyosulnak a majosi lelátó darabjai arra várva, hogy visszakerüljenek régi, mégis új helyükre. A majosi labdarúgó csapat felkerült a Nemzeti Bajnokság harmadik osztályába, de ahhoz, hogy a csapat indulhasson a rangadón, újabb akadályokat kellett leküzdenie. A Magyar Labdarúgó Szövetség által előírt feltételeknek meg kellett felelni. A labdarúgó csapatunk ugye följutott az NB3-ba, és az NB3-as induláshoz itt különböző feltételek voltak kötve. Ugye itt a pályát át kellett alakítani, az öltözőt át kellett alakítani, kellett egy digitális kijelzőt, eredményjelzőt megvalósítson az egyesület, és ehhez tartozott, hogy itt, ahol el van most bontva itt a lelátónk, ez fölé kell egy fedett lelátó fedést fölépíteni, amire az egyesületnek december 31-éig volt haladéka. A labdarúgó egyesületnek van egy TAO pályázata, és a TAO pályázatnak az önerejét, közel 3 millió forintot a Bonyhád város önkormányzata biztosítja az egyesület számára, és ebből fog elkészülni itt a lelátófedés, és amúgy minden más ilyen TAO pályázatunkban az önkormányzat mindig odaállt mellénk, és azért köszönjük szépen a segítséget az önkormányzatnak. Már a tartószerkezet alapjának lebetonozása folyik. A fedés szerkezetének elkészülte után visszaépítik az amúgy 2 éves lelátót. A most folyó munkálatokat Bonyhád város önkormányzata 3 millió forinttal támogatta, de a teljes projekt megvalósítása közel 7 millió forintba kerül majd. A mögöttem lévő területen a futballpálya lelátója volt látható, ezt el kellett, hogy bontsunk, mert a lelátó felett lévő tető részt terveztük meg, illetve engedélyeztettük. Ennek a kivitelezési munkálatai láthatóak most, a pontalapozás zajlik éppen. Amint ez elkészült, akkor fog majd utána a fém szerkezet is fölállításra kerülni. Miután az is megtörtént, akkor reményeink szerint december 15-ét követően visszaállítjuk a mobil lelátót. Ezt a lelátót itt 2 évvel ezelőtt szintén TAO pályázatból készítettük a város segítségével. Ugyanezt a lelátót fogjuk visszatenni a helyére, annyi, hogy egy tetőt kellett szerkeszteni fölé, ugyanis az MLS NB3 bajnoki kiírásnak van egy ilyen feltétele, hogy az ülőhelyek 50%-a az fedett kell, hogy legyen. Maga a lelátó fedés, a tető, illetve az egész munkálatok az közel 7 millió forintot emészt föl. A maga itt a pontalapozás, az alapoknak az elkészítése az 1,5 millió forint körül fog megtörténni. Már régóta készültünk erre a munkára. Az MLS a pályázatunkat körülbelül 1 hónapja hagyta csak jóvá, így nagyon nagy munka volt eleve összeszedni a szükséges TAO pénzt. Itt köszönöm meg a támogatóinkat, akik ezzel támogattak bennünket. És hát ez az 1 hónap állt rendelkezésre arra, hogy itt az engedélyek elkészüljenek, a tervek megvalósuljanak, illetve hát a munkák is elkészüljenek. A kivitelezési munkálatok szakmai vezetését egy helyi cég vállalta, a fizikai munkát pedig az egyesület tagjai végzik önkéntes alapon. A tervek szerint december 15-én adják át az új fedett lelátót.